Szeretettel és tisztelettel köszöntelek titeket! Idén nyáron két érzelmileg nehéz helyzetet éltem meg, melyek számomra érzelmileg megpróbál, megpróbálóak, nehezek és, és megterhelőek voltak. És ez a, ez a két helyzet látszólag. Teljesen különböző volt egymástól, de mégis valamiben azonosak voltak. És az azonosság bennük az az én működésem volt, az én működésmódom, ahogy én ebben a két adott helyzetben viselkedtem, működtem. És nekem, nekem volt egy olyan, volt egy olyan ön, önképem, hogy én, hogy én egy ilyen jóhiszemű, segítőkész ember vagyok, és és ezt egy ilyen, egy ilyen abszolút igazságnak tekintettem magammal kapcsolatban, és még úgy el is láttam egy ilyen pozitív minősítéssel, hogy hát ez ilyen jó dolog, hogy hát... Én, én ilyen, ilyen jó szándékú is vagyok, meg segítőkész is vagyok, szóval ezt jó dolognak tekintettem magamban. És hát úgy hozta az élet, hogy hogy ebben a két helyzetben úgymond megtapasztalhattam azt, hogy, hogy ezek nem feltétlenül ilyen abszolút igazságok, és valahogy az élet ezt az úgynevezett jó és, és segítőkészséget, amit én így, így, amiről volt egy ilyen elképzelésem magamról, azt egy, ebben a két helyzetben olyan, olyan jó alaposan így megráncigálta, így megcsócsálta, és aztán így elém rakta, hogy, hogy hát lehet, hogy, hogy erre így érdemes lenne egy másik nézőpontból is ránézni, lehet, hogy ezt érdemes lenne valahogy még megvizsgálni. És hát hála Istennek már, már akkor is, meg, meg most is abban a, a szerencsés helyzetben voltam, hogy, hogy egy ilyen érzelmi krízis esetén is volt, amiben menedéket tudtam venni, mert mert ott volt az gyakorlat, ott volt ez a hagyomány, eh, amit, amit én is követek és, és a gyakorlatokat folytatom. És eh, ezekben nem csak menedéket tudtam venni így az adott eh, krízis vagy érzelmi nehézség eh, kapcsán, hanem, hanem el is tudtam kezdeni használni magát a az magát zen gyakorlatot arra, hogy hogy akkor, hogy akkor megvizsgálhassam ezeket a, ezeket a, helyzeteket, ezeket az önképeket, amiket én így, így magaménak tudtam. És, és akkor fogtam magamat, és, és, tényleg úgy, úgy voltam vele, hogy hát akkor akkor nézzük meg, hogy, hogyha itt van így Előttem egy ilyen másik fajta nézőpontból nézek rá az én, én jó hiszeműségemre, segítőkészségemre, és így megforgatom, hogy minden oldaláról így, így megnézegethessem, hogy, hogy akkor ha felteszem azt a kérdést, ahogy így forgatgatom, hogy mi ez, mi, mi ez a jó hiszeműsége az eszternek. Mi, mi, ez a segítőkészsége, mi ez a viselkedése, akkor, akkor mi, mi lesz az, ami, ami erre úgy föl fog bukkanni. És hát az volt az érdekes, hogy ami így elsőre úgy, úgy nagyon erősen jött, az az, hogy, hogy, hogy felelősséghárítás. És ezt én tényleg olyan nagyon érdekesnek találtam, hogy, hogy hát akkor ezt tényleg jó lehet megvizsgálni, és akkor úgy, úgy, elkezdtem, tudjátok, mint a, a, a hagyma héját, úgy, úgy, elkezdtem akkor így bontogatni, hogy akkor jó, hát nézzük meg, hogyha ezek mögött, a, a működés módok mögött, és, és, hogyha elkezdem az ok, okozatiságot itt fejtegetni, akkor, akkor, hogyha ott látok már egy felelősséghárítást, akkor, akkor mi ez, akkor mi, mik vannak még így, így elmögött. És akkor először úgy ránéztem arra, hogy, hogy hogyan működtetem én ezt a gyakorlatban, és akkor itt volt ez a két remek helyzet, amit még például is tudtam gyorsan venni, hogy hogy megnézhessem, hogy azokban a helyzetekben hogyan hogyan működtettem én ezeket, és ahogy tényleg egy ilyen egy ilyen távolabbi nézőpontból néztem rá a, a, a saját magamra ezekben a helyzetekben, azt azt láttam, hogy hogy nagyon hasonló az, hogy, hogy új mértékben helyeztem át a, a másik emberre a, a fókuszt, a figyelmemet, új mértékben voltam odaadó, segítőkész, nagyon sok ilyen általánosságban véve pozitív dolgot sorolhatnék, hogy, hogy közben... Ö, megfeledkeztem arról, hogy felelősséget is kell vállalnom magamért is egy kapcsolatban. Hogy egy kapcsolódásban ott van az is, hogy, 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 én nekem magamért, az én belső biztonságomért, tengelyemért, önazonosságomért ugyanúgy felelősséget kell, hogy vállaljak, és nem feltétlenül az a legmegfelelőbb út, hogyha ennyire áthelyezem a fókuszomat egy, egy másik emberre, azért, mert mert én mondjuk arra képesnek érzem magamat, vagy, vagy mert én annyira odaadó szeretnék lenni, vagy úgy érzem, hogy tudnék neki segíteni. És hát ugye az lett ebben a, ebben a helyzetben, az, az történt velem, hogy, hogy annyira a másik emberre figyeltem, és annyira nem vállaltam a saját érzéseimért felelősséget, a saját határaimért felelősséget, hogy végül ebben az én nagy határtalanságomban az lett, hogy, hogy a másik ember is, meg én is egy olyan helyzetben találtuk magunkat, ami igazándiból egyikünknek sem volt már kedvező, nem volt jó, nem éreztük jól benne magunkat. És ugye az egy nagyon. Nagyon rossz érzés tud lenni, amikor úgymond a, a, a segítés zászlaja alatt végül, végül egy olyan kellemetlen szituáció adódik, ami, ami tényleg senkinek sem jó. És, és ugye tényleg ott volt, ahogy így néztem ezt a, ezt az egész helyzetet, nagyon ott volt az bennem, hogy, hogy igen, mert az engem nem ment fel a felelősség, vállalása alól, hogy de hát én jó hiszemű voltam, de hát én annyira szerettem volna segíteni. Szóval ez, hogyha úgy tényleg csak olyan objektíven nézem, akkor ez még így önmagában kevés. Tehát, hogy ez, ez nem biztos, hogy elég lesz. És, és, akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor nézzük meg, hogy, hogy, ez, a, ez a felelősség hárítás, hogy akkor ezt is nézzük, hogy mi ez. És és hát azt, azt láttam, ahogy ezt is így továbbfejtettem, hogy, hogy, hogy hát emögött is van még, még valami, és hogy, hogy ezt valójában a, 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 félelem, egyfajta félelem táplálja, egy, egyfajta félelem is a, a, a mozgató rugója mert bizony ott van egy ilyen helyzetben az a fajta félelem, hogyha ha én nem viselkedem mondjuk így, akkor lehet, hogy már nem leszek annyira szerethető, lehet, hogy elutasítanak, kiközösítenek, lehet, hogy már nem leszek olyan jó, vagy nem leszek elég jó. És, és hát ez egy Masszív félelem, illetve masszív félelmem e, tud lenni. És akkor így láláttam hogy hát valóban itt van, itt van egy, ilyen, egy ilyen félelem, már is eljutottam egy ilyen e, félelem érzetig ezzel a dologgal e, kapcsolatban. És e, és akkor hát úgy éreztem, hogy hogy, hogy még itt, még. Van tovább kutakodni való, hogy még, még mindig tudom tovább ezt így bontogatni. És akkor megnéztem azt, hogy, hogy vajon mi táplálja azt a félelmet, hogy én mondjuk félek attól, hogy akkor nem leszek szerethető, vagy, vagy, vagy elég jó. És akkor eljutottam oda, ahol tulajdonképpen így, így, így most tartok ebben a ebben a folyamatban, hogy hát az van emögött a félelem mögött, hogy, hogy szeretnék egy bizonyos fájdalmat elkerülni. Tehát, hogy, hogy aznak a fájdalomnak az érzetét, azt én szeretném elkerülni, és én ettől félek, és én ezért így működöm egyes helyzetekben. És ugye ez a fájdalom pedig megint hasonló, mint, mint amit ugye a félelem kapcsán fejtegettem, hogy, hogy, az a fajta fájdalom, hogy akkor én szeretett hiányt érzek, hogy én elutasítottságot érzek, hogy én akkor nem vagyok elég jó egy adott helyzetben. És ugye ennek a fájdalmán nem akarok keresztül menni, ezt nem akarom átérezni, vagy bármikor is érezni, és amiatt, hogy ezt, ezt elkerüljem, akkor megint, ugye megint oda visszakanyarodunk előre, ahonnan indultam, hogy így és így viselkedem akár adott helyzetben, mert, mert hogyha olyan segítőkész vagyok, hogyha olyan jó hiszeműen hisz állok mindenkihez, akkor valószínűbbnek tartottam, hogy akkor szerethető leszek, elfogadnak, befogadnak könnyebben. És ez ugye az a fantasztikus fonákja egy ilyen helyzetnek, hogy, hogy, hogy nagyon törekszem rá, hogy ezt a fájdalmat elkerüljem, hogy ezt a félelmet ne érezzem, és én pont ebben a helyzetben találom magamat. Tehát akkor annyira törekszem rá, hogy, hogy ez biztos ne valósuljon meg, hogy hát végül mégiscsak megvalósul, és végül mégis megtapasztalom azt, hogy egy adott helyzetben, egy emberi kapcsolódásban elutasítanak, vagy, vagy, vagy azt érzem, hogy nem vagyok elég jó, szerethető, pedig pont. Pont az volt az én önképem, hogy olyan jól törekszem, olyan cukin meg aranyosan arra, hogy ennek pont az ellenkezőjét érjem el, de hogy mégsem, mégsem sikerül. És hát ugye azt mondják, hogy hogy adott helyzetek, karmák, bárminek is nevezzük, ugye addig ismétlik önmagukat, amíg megfelelően nem leszünk rájuk tudatosak. És és akkor én úgy éreztem, hogy hogy hát jó, akkor én most megpróbálok tudatos lenni erre a fájdalomra. Tehát, hogy megint visszanyúltam az gyakorlatnak ahhoz a kérdéshez, hogy mi ez, tehát hogy mi, mi ez a fájdalom. És uh, itt igazándiból nem is az a lényeg, hogy ez most uh, milyen uh, múltbeli helyzetekből, vagy uh, sztorikból, traumákból táplálkozik, mert mert ö, valójában nem ez az, amit, amit itt ö, el szeretnék nektek mondani, hanem az, hogy, 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 azt láttam én meg, hogy azáltal, hogy, hogy tudatossá, hogy, hogy éberré válok rá, és azáltal, hogy, hogy azt mondom, hogy oké, okay, elfogadom, van bennem mondjuk egy olyan fajta fájdalom, ami, ami, ami egyes emberi kapcsolódásokban ö, aktiválódni tud, ö, tudok félni emiatt helyzetektől. Ö, és hogyha azt mondom, hogy rendben, én, én, én éber és tudatos vagyok erre, hogy, hogy ez, ez megvan bennem. Akkor valójában ott lesz már a szabadulásomnak a kulcsa is, mert onnantól fogva nem ez fog irányítani engem, hanem én látni fogom, hogy akár ez is megtörténhet, de tudom úgy szemlélni, hogy már ne, ne a félelmem irányítson, már ne a fájdalom elkerülése irányítsa, mondjuk az életemet egy adott emberi kapcsolódásban. És, és ugye itt, itt nagyon fontos az, hogy 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 nem arról beszélek, hogy, hogyha mondjuk valakinek van egy érzelmi fájdalma, akkor azt, akkor azt nagyon jó, ha jól elutasítja, vagy, vagy ha itt tagadja, hogy, hogy Isten őriz, ez, 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 ez nem, ez nem létezik. Tehát ez, ez, ez az egyik szélsőség. Vagy a másik szélsőség az az lehet, hogyha ha azt mondom, hogy hú, hát én már éber vagyok erre a fájdalomba, és akkor jól megfürdőzöm benne, hogy jól adom neki az energiát, hogy, hogy, igen, igen, és még, még, még a, ennek még tovább viszem, hogy akkor találkozom és bevonzok olyan embereket is az életembe, akikkel még, még úgy összeér a fájdalmunk, és akkor de jó, mert még együtt is át tudjuk élni. Szóval, hogy, hogy nem, 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 ez az, ami, ami, én itt most át szeretnék adni, hanem, hanem egyfajta ilyen tudatosság, egyfajta éberség. És, én, én egyszerűen azt láttam, hogy ha, ha, ha egész egyszerűen csak átengedem magamon, és azt mondom, hogy igen, ez a helyzet most, most nekem fáj, ez a helyzet most nekem nehéz, de nem tagadom és nem táplálom energiával, akkor, akkor meg fogom azt érteni, meg fogom azt hogy hogy úgyis ez is elmúlik, tehát hogy, hogy, hogy ez is rendben van, hogy ez is része ennek az egésznek, és hogy ez is el fog múlni. És um, még, még egy még egy érdekes uh, történetet szeretnék így a, a fájdalom kapcsán mesélni nektek, bár, bár itt nem, nem szokás, hogy beszélünk arról, hogy meditációban mit tapasztalunk, de, de én most így rendhagyó módon bátorkodom egy, egy picit mesélni nektek. Én 2022. májusában voltam az első középhaladó elvonuláson, és annak is a leges-legutolsó meditációján, ahol már a tért szalagjaim nagyon-nagyon fájtak, a, a fájdalom, mint, mint egy ilyen konstellációban, így, így megszemélyesedett, és beszélni kezdett hozzám. És... És... És hát most így elmondom, több eszem második szemében, ha megengeditek, hogy így miket mondott. Szóval így azt mondta nekem, hogy, hogy hát, hát ti, ti így egyfolytában meg akartok tőlem szabadulni. Tehát amint megéreztek azonnal, ú, ez menjen innen, tűnjön innen, csillapodjon, nem, nem akarom ezt érezni, és, és, és hát ugye fájdalom csillapító gyógyszerek színes skáláját kitalálta és kifejlesztette az emberiség, és ugye már vannak ultra forte megoldások, mert én megérzem, azonnal, gyorsan csillapítsuk, tehát hogy lenyelem, és már ne is ne is fájjon, mert én ezt nem akarom érezni. És, és hát ugye ez nekünk nem volt embereknek elég, mert ugye kitaláltuk azt, hogy nagyon jól lehet fájdalmat csillapítani. Alkohol, sorozatnézéssel, bódítószerekkel, evéssel. Sorolhatnám, mindenkinek a fantáziájára bízom. Tehát, hogy, hogy nagyon jól lehet ugye így is fájdalmat csillapítani, és, és tényleg ugye csillapítjuk is. És ugye és, és azt mondta még a fájdalom ebben a meditációban, hogy, 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 hogy pedig én nem akarok rosszat nektek. Tehát én, én nem, nem akarom, hogy, 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 hogy nektek rossz legyen, hanem, hanem, hanem azt szeretném, hogy lássátok, hogy én egy jelzőfény vagyok. Hogy, hogy, én egy jelző rendszer vagyok, hogy, hogy, szeretném felhívni a figyelmedet valamire, és hogy, hogy szeretném azt, hogyha ha átengedsz, átérzel, ha mersz egy kicsit ebbe belemenni, akkor szeretném, hogy meglásd, hogy, hogy én információval rendelkezem, mert, 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 ott van bennem az információ, mondta a fájdalom, arról, hogy, hogy mi az, ami adott esetben, akár érzelmi, akár fizikai ez a fájdalom, nem biztos, hogy jól működik, és lehet, hogy van valami tenni való vele. Úgyhogy ez volt egy ilyen rendhagyó meditációs tapasztalatom, és, és csak annyit szeretnék így, így végezetül mondani nektek, hogy, hogy Tényleg nem gondolom, hogy bármi baj lenne a jó hiszeműséggel, a segítőkészséggel, vagy bármi egyéb ö, ilyesfajta minőséggel, hiszen ezek ö, mind ö, valójában kifejezések, ezek önmagukban teljesen üresek, és ö, ezeket mi, tehát ezeket mit töltjük meg tartalommal a, a saját helyzeteinken, a saját cselekedeteinken keresztül mi töltjük meg a jó hiszeműséget, a segítőkészséget és minden egyebet tartalommal, és hát nem mindegy, hogy ez a tartalom milyen. Köszönöm szépen a figyelmet!